Érkezzék a Megasztár színpadára Király Viktor! Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she gave to me. Where do I start? With her first hello, she gave new meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that everywhere I go, I'm never lonely. With you, my love, who could be lonely? I wish for her hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. Stars all burn away, and she'll be there. Király Viktor! Köszönjük szépen a Balent Intézet növendékeinek a háttértáncot. Ez az az eset, amikor minden kellék megvolt ahhoz, hogy ez gicses legyen, tehát balettáncos nők, rózsa, tehát ez egy Karel Gott jellegű előadás lehetett volna, és mégsem volt az. Tehát szerintem az a fantasztikus a Viktorban, hogy meg tudja csinálni azt, hogy egy rózsával a kezében ne legyen gicses, érted? Ez egy nagyon fontos dolog. Én nem is akarok más mondani, ennyi. Nekem a szám elején úgy éreztem, hogy sokszor elfogyott a levegőd, tehát nem volt elég támaszod. Aztán a második részben már ez egészen jól alakult. És sokszor úgy éreztem, hogy egy picit mély neked ez a szám. Tehát én... Igen. De talán egy picit, nem tudom, egy-két hanggal följebb énekelted volna, akkor talán jobban szól a hangod. Köszönöm. Kérlek szépen, hát te egy univerzális énekes vagy, ezt mondjuk nem kell olyan különösebben elemezni, itt mindannyian megegyezünk ebben. Ez most egy nehéz dal volt, nem? Szóval itt olyan lépések vannak, olyan hangközöket kell meglépni hirtelen, amiket nem olyan könnyű. És megbirkóztál vele egyébként, becsületedre szóljon.
Az egyáltalán, hogyha kritizállak téged, akkor csak azt szeretném neked mondani, hogy magad, önmagadhoz hasonlítalak. Tehát nem valaki máshoz, vagy másokhoz, vagy külföldiekhez, amerikaiak, magyarokhoz, tök mindegy. Amit tőled eddig hallottam, ahhoz hasonlítalak. Nem ez volt a legnagyobb produkciód az én szememben, de nagyon szépen helytálltál ebben. És még valamit szeretnék mondani, hogy tulajdonképpen egyedül azok a bizonyos magas hangok nem tetszettek, ahol el lehet dönteni egy előadónak, hogy ki akarja nyomni, és meg akarja mutatni azt, hogy mekkora bika nagy hangja van, vagy visszavesz egy picit, és akkor ott hagyja az emberekben, a hallgatóságában az izgalmat. Na ennyit akartam, csak ennyit szóltam hozzá. Talán a Viktor védelmén. Talán a Viktor védelmére annyit, hogy ez nem teljesen az ő lágéjának megfelelően volt. Én nem tudom, miről beszélek, tökre el volt állva az összes, még a végén is az utolsó. Nem arról beszéltem, hogy el van-e talán. Itt, amit a végén a Tamás mondott, ehhez csatlakoznék. Nekem meg, de nyilván mert én nem vagyok zenész és nem értek hozzá, minden hangteli találat volt. Tehát, ahogy itt emelkedtél egyre inkább. Szóval én pont azt mondom, hogy azt írtam fel magamnak, hogy egyrészt minden sorát elénekelted, átélted, ami nagyon nagy dolog, ha persze értették a többség, hogy miről, tehát hogy értetted. Én még az jutott most az eszembe, hogy talán az lenne az izgalmas a műsorban végén, hogy ha mindenki, mind a három énekes ugyanazt a dalt adná elő. Az lenne egy nagyon, hogy mondjam, igazságos dolog, mert akkor el tudnánk dönteni, hogy ki a jobb, hát jó vagy a legjobb. Válaszolok Sándornak, majd a fináléban. Bocsánat, fél mondatot szeretnék, mert ezt kifelejtettem, és ezt mindenképpen el akartam. Szabad mondanom, hogy 18 másodpercet vettem igénybe, csillagos ötös, csak mondom. Értem. Én még annyit sem fogok igénybe venni most másodszor, csak azt akarom mondani, hogy ez a nyilatkozat, az ami a bejátszóban volt, mielőtt a színpadra léptél, borzalmasan szimpatikus volt. Ez a fontos a dologban. Melyik rész? Hát az, hogy meg kell tisztelni a versenyt, hogy ez egy komoly dolog, hogy több ezer közül már itt lenni, szóval ha valaki ezt érzi, miközben egy óriási esélyes a versenynek, azért az nagyon szép és dicséretes dolog. Egy apró tanácsot hadd adjak még a Viktornak, hogyha egy tárgyat behozunk a színpadra, egy úgymond kelléket, egy rózsát, vagy egy fegyvert, annak el kell sülnie. Egy fegyvernek az... A Denikőnek a rózsát. Ne, vagy az... Igen. A rózsát azért használtam én, hogy reprezentálja a nőt ebben szerepben, hogy ugye meghalt a nő, és én gondoltam, hogy ez így hát így igen, de akkor lehet, hogy meg kell enni, vagy meg kell, hogy szúrja a kezed. Nem valami... az a jó pofa, elnézést, szóval... hanem az, hogy ott hagyom a széken a végén, és kimegyek, és én így akartam reprezentálni, aha, hogy a nőnek. Na, akkor így kevés volt. Szerintem azért ezt megbocsájtsuk Viktornak, mert számomra már nem maradt idő, csak annyi, hogy konstatáljam, hogy sikered volt megint. Szia! Köszönöm szépen.